Jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a teremben, illetve hát a készülékeknek a képernyői előtt. Hertlen Károly vagyok. A kísérletek, amelyeket látni kell, című előadás fog rövidesen következni. Magáról az előadásra annyit szeretnék elmondani, hogy több mint 20 éve a Műegyetem Fizika Intézetében az olimpiai felkészülési szakkörnek a záró eseménye ez a kísérletek, amelyeket látni kell. 2011 óta interneten is közvetítjük, illetve nem csak a szakkör tagjai vehetnek részt, hanem jöhet mindenki, aki úgy gondolja, hogy érdekli a fizika. Még egy dolog van, amit mindenképpen szeretnék elmondani. Nagyon sok köszönettel tartozom a Budavári Schönherr Stúdiónak, a BSS-nek, azért, hogy közvetíti az előadásunkat, illetve hát nem csak közvetíti, hanem archiválja is. Márta Boldizsár a mai nap rendezője, nagyon szépen köszönöm. És hát akkor lássuk a kísérleteket, amelyeket látni kell. Elsőként az első témakörünk egy kicsit a hullámtan hangtan lesz. Az eszköz, ami előttem található, az úgynevezett Quincke-féle cső. A Quincke-féle cső az interferenciának az egyik legszebb bemutató eszköze. Az eszközöket nézzük, hogy mit találunk az asztalon. Egy jelgenerátor található itt. Ha bekapcsolom, akkor olyan 1000-1200 herces hangot fogunk hallani, nem túl hangosat, hiszen ez a hangszóró, amely ezt kibocsátja, ebbe a kettős csőbe juttatja el a hangot. Ha megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy egy Y alakú elágazás található itt, utána két cső így párhuzamosan halad az eszköz másik végére, egy Y-ban találkozik, és aztán az Y végén pedig egy mikrofont látunk. Ez a mikrofon, ennek a mikrofonnak a jele az oszcilloszkóphoz van kötve, és amit látunk az oszcilloszkóp képernyőjén, az nem más, mint ennek az 1000-1200 herces hangnak a színuszos jele. Az a helyzet, hogy a Quincke-cső úgy tudja az interferenciát bemutatni, hogy itt megosztjuk a hullámot, és két különböző úton ismételten egyesítjük. Az egyik cső, ami hozzám közelebb van, függőlegesen elmozdítható föl és le, és ennek eredményeként a két úthoz különbség meg tud változni. Nézzük meg, hogyha változtatom szép lassan az úthoz, hogyan változik a mikrofon által vett jel. Elkezdem az egyik utat hosszabbítani. Látjuk azt, hogy egyre csökken és csökken az amplitúdó, míg nem eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor teljesen kiegyenesedik a jel. Ez azt jelenti, hogy ez a mikrofon most teljesen csöndet vesz. Nézzük meg, hogyan jutunk el ide. A két úthoz között annyi különbség van, hogy az Y-hoz érkező jel ellenfázisba kerül, ekkor kioltó úgynevezett destruktív interferenciát látunk, ennek eredményeként csöndes lesz a mikrofonnak a hangja. Ha tovább toljuk, akkor természetesen a fázis helyzet is tovább tolódik, egyre nagyobb és nagyobb lesz a jel, míg nem elérünk a maximumhoz. Ez pontosan ugyanakkora, mint a kísérletek legelején, amikor a két úthoz teljesen megegyezett. Most az úthoz ugye úgy változott, hogy ide azonos fázisban érkeznek, hát ha úgy tetszik, akkor egy teljes hullámhossznyi úttal lesz hosszabb. Tovább tolva természetesen periódikusan meg fogjuk találni a kioltó és az erősítő helyeket, talán még egyet a legtetejére föltöljük, akkor éppen egy kioltást tudunk megnézni. Azt hiszem, mindenki láthatja, hogy a Quincke-cső túl azon, hogy egy nagyon jó tanító eszköz, tehát a maga egyszerűségében nagyon könnyedén el tudja egy tanár magyarázni az interferenciának a lényegét. Még arra is alkalmas, ha valaki ide a felső részre néz, akkor itt kettő darab csapocskát látunk. Ennek segítségével egy valamilyen a levegőtől eltérő gázzal is föl lehet tölteni magát a Quincke-csövet. Ebben az esetben különböző terjedési sebességeknek a megmérésére lehet használni a Quincke-féle csövet. Úgyhogy azt hiszem, a Quincke-féle csőről ma ennyit terveztem mondani, úgyhogy én pedig most fogom, és akkor ezeket az eszközöket én elteszem, és jönnek a következő kísérleti eszközeink.
Ugye, tehát akkor még egyszer a fő szereplő a kvinkecső volt, egy jelgenerátor, illetve egy oszcilloszkóp volt, aminek a segítségével tudtuk tanulmányozni az eszközt. Kvinke idejében annyi volt, hogy a kvinkecsőnek a végén nem mikrofon volt, hanem egy ilyen tölcsér alakú hangszóró, amit a hallgatók felé kellett fordítani, és ebben az esetben mindenki a saját fülével láthatta. Itt egy picivel többet látunk az oszcilloszkóp segítségével. Hát, ha még mindig hullámoknál maradunk, akkor most nézzünk a gázok után egy szilárd anyagban, egy egydimenziós, pálcaszerű testben milyen állóhullámot tudunk csinálni. Az állóhullám keltésének a legfontosabb része az, hogy fogja az ember, és egy speciális porral bekeni az ujját. Ez a speciális por attól lesz speciális, hogy az általa létrehozott tapadási és csúszási, surlódási együttható nagyon különbözik egymástól. Ez azt jelenti, hogy ha megkeresem a pálcának a közepét, könnyedén meg tudom egyensúlyozásra tenni, amikor végig fogom húzni rajta az ujjam, akkor az úgynevezett akadó surlódás fog létrejönni. Az akadó surlódás idegen szóval stiff slicknek hívják, amikor meghúzom, megcsúszik, megakad, és tulajdonképpen ez fogja gerjeszteni az hullámokat ebben a közegben. Ugye ez egy 75 cm hosszúságú, 10 mm átmérőjű alumínium rúd. Amikor én ezt elkezdem gerjeszteni, akkor egy rövid időn belül föl tudjuk gerjeszteni, és egy olyan állóhullám fog kialakulni, amely állóhullám, ahol az ujjamnál fogom csomóponttal bír, és a két vége pedig duzzadó hely lesz. Hát ha megnézi valaki, akkor egy negyed hullám, meg még egy negyed hullám, vagyis a 75 cm ebben az esetben éppen egy fél hullámnak felel meg. Azt kell tudni, hogy ha megmérni valaki a frekvenciáját, akkor ebből nagyon könnyedén ki lehet számolni azt, hogy mekkora a hangterjedési sebessége az alumíniumban. Egy rövidebb pálca esetén ez a frekvencia ez magasabb lesz, ez egy 500 mm hosszúságú pálca. Azt hiszem jól hallható, hogy ez egy jóval magasabb hang. Itt is azt lehet tudni, hogy egy negyed hullám, a két végén duzzadó helyet tapasztalunk, és a közepén pedig csomópont van. Abban az esetben, hogyha a hullámkeltés folyamatát megváltoztatjuk egy kicsit, ez azt jelenti, hogy a csomópontot a közepéről eltoljuk például ide, ebben az esetben egy magasabb frekvenciájú hangot fogunk hallani, ugyanattól a pálcától emlékeztetőül, ez az alaphang. Aztán az alaphang után meg tudjuk az első felharmonikus szólaltatni, ez éppen kétszerese, és hogyha egy kicsit ebből a porból veszek, akkor van esély arra, hogy a harmadik hangot, a második felharmonikust is meg tudjuk venni. Annyit el szeretnék mondani, hogy ide nekem be van jelölve, hogy hol kell megfognom. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben ez a negyed hullámhoz, két negyed hullámhoz, és még ezen az oldalon három negyed hullám van. Ebben az esetben ugye a 750 mm lesz a hullámhoz. Ehhez egy magasabb frekvenciájú hang fog tartozni. Abban az esetben, hogyha a következő hullámot keresjük, akkor azt jelenti, hogy egy negyed hullám, két fél hullám és egy negyed hullám lesz. Ennek eredményeként a hang az egy kicsit magasabb lesz. Én, hogy is mondjam, öregemberként, már ugye tudjuk, hogy az öreg emberek egyre kevésbé hallanak magasabb tartományt, én azért szoktam ilyenkor mindenkinek nézni az arcát, mert ha eltorzul az arca, akkor tudom, hogy megszólalt a síp, vagy akkor van ez a pálca. Láttam, hogy annak ellenére el van takarva a maszkal az arcotok, hogy ez jól hallható volt. Tehát tulajdonképpen ugyanazon a pálcán három különböző hullám, vagy a hangot tudtunk megszólaltatni, hogy két fél hullám, négy fél hullám és hat fél hullám fért rá a teljes hosszra. Annyit azért érdemes elmondani, hogy a gerjesztés az ebbe az irányba történt, tehát a rezgés, amit létrehoztunk általa, az megegyezik a hang terjedési sebességével, tehát ez egy longitudinális hullám volt.
Tehát akkor ez azt jelenti, ha valaki megkérdezi, hogy milyen hullámot keltettünk, akkor longitudinális hullámot keltettünk. Transzverzális hullámot úgy lehetne kelteni, hogy ebbe az irányba megütjük, de hát ez majd egy másik alkalommal fogjuk megnézni. A gázok után látunk szilárd anyagot, amely egydimenziós hullámot keltett, most pedig nézzünk egy kétdimenziós hullámot. A kétdimenziós hullámot pedig egy üveglapon fogom kelteni, így. A megfogás egy speciális alumínium tartó segítségével fog történni. Elsőként egy kör alakú koronggal fogunk kísérletezni. Ez a kör alakú korong szép feketére van lefestve, de valójában közönséges ablaküvegből vágtuk, és a megfogását úgy csináljuk, hogy pontosan a korongnak a közepénél fogom megrögzíteni. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a korongnak a közepe az egy csomópont, ebből a csomópontból fognak kiindulni az állóhullám, pontosabban a csomóvonalak. Nézzük meg, hogy milyen hangot tudunk ebben produkálni. El kell mondjam, hogy a gyantázás az nagyon fontos, ugyane a vonónál is fontos, hogy a kialakuló úgynevezett strip slick ugyanúgy alakuljon ki és keltsen rezgéseket. Ugye jelen pillanatban, ha megnézi valaki, akkor függőleges irányba fogom mozgatni a vonót, rám erőlegesen fog terjedni a hullám ebben a síkban, tehát akkor most igazi transzlációs hullámokat látunk. Tehát akkor az első lépés az lesz, hogy én itt megfogom, meg itt, és egy hangot hallunk. Hát, hogy ebből lássunk is valamit, hogy Kladninak volt az a zsenialitása, hogy arra jött rá, hogy erre a lemezre olyan szemcséket teszünk, amik eléggé kontrasztosak. Ezért választottam a fekete lemezhez fehér színű sószemcséket, amelyek nagyon jól pattognak, akkor tulajdonképpen a lemez megrezgetése után ezek elkezdenek pattogni, és addig fognak vándorolni, amíg olyan helyre nem érkeznek, ahol az amplitúdó, a rezgés amplitúdója egészen kicsi. Azt hiszem mindenkit meggyőzhet az ábra, hogy a két egymásra merőleges vonalat tudtunk kelteni. Érdemes megnézni a keltés mikéntjét is. A keltést úgy kell kezdeni, hogy ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a közepe le van fogva, tehát ott egy csomó pont van. A csomó pontot az ujjammal meghatározott helyjel összekötjük, akkor egy úgynevezett csomó vonal fog kialakulni, és a csomó vonaltól körülbelül 45 fokos szögben gerjesztem, ebben az esetben fog kialakulni ez az ábra. Azt hiszem, ezt mindenki szépen láthatja. Két egymásra merőleges vonalat látunk. Ez azt jelenti, hogy ahol a hegedű vonóval gerjesztettem, ott duzzadó hely alakul ki. Azon a helyen az ujjammal fogtam csomópont, aztán látjuk, hogy itt is csomópont van, hiszen a sószemcsék erre a vonalra gyülekeztek. Megint duzzadóhely, csomópont, duzzadóhely, csomópont, vagyis azt jelenti, hogy a kör kerületén találunk 4 darab duzzadóhelyet és 4 darab csomópontot, vagyis két teljes hullám fért rá az üvegkorongnak a kerületére. Abban az esetben, mint mondottam, hogyha megváltoztatjuk a hullámkeltés módját, akkor majd azt fogjuk látni, hogy nem csak, hogy a hang változik, a hang magassága, amit keltünk, hanem a csomóvonalaknak az alakja is fog változni. Én most annyit mondok előre, hogy eddig 45 foknál fogtam le körülbelül, most lényegesen közelebb megyek hozzá, figyeljétek. Hát nem az igazi, minden megpróbáljuk, ahogyan mondanám, hogy mostanában nem túl sok előadást tartottam, majdnem, hogy kijöttem a gyakorlatból, de azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy most 1, 2, 3, 4 fél hullám van, tehát akkor ez azt jelenti, hogy csomóvonal, duzzadóhely, csomóvonal, duzzadóhely, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 duzzadóhely, az azt jelenti, hogy 4 hullám fért rá teljes kerületre. Azt hiszem, hogy nagyon sokféle kladniféle ábrát lehetne itt rajzolni,
Hát érdemes megnézni, hogy gyönyörű ez az ábra. Nem csak kínozni lehet a fizikával, hanem gyönyörködtetni is. Ezek után nézzünk egy másik lemezt. Ez is még egy egyszerű alakzat. Ez egy négyzet alakú, ugyancsak üveglemez. Tehát közönséges ablaküvegből lett vágva. A továbbiakban megint csak szeretnénk Kladniféle porábrákat fölrajzolni. Hát két-három egyszerű ábrában gondolkodtam. Ugye a legegyszerűbb ábra az úgy nézhetne ki, hogy csomóvonalak menjenek a testnek az átlóján mentén. Tehát lefogom a sarkát, mert innen fog csomópont kialakulni. Le kéne fogni a másik sarkát is, de elég csak az egyiket lefogni, és viszont megkeresem a kettő csomópont között a félutat, ott lesz duzzadóhely, ott kell gerjeszteni, és azt hiszem mindenki láthatja, hogy nagyon szépen, nagyon gyorsan kialakul a Kladniféle porábra. A részecskék addig ugrálnak, addig rezegnek, amíg arra a helyre kerülnek, ahol a rezgés amplitúdója a legkisebb, vagyis a csomóvonalakon fognak összegyűlni a sószemcsék. Abban az esetben, hogyha egy másik ábrát szeretnénk, akkor tulajdonképpen a hullám keltését kell majd megváltoztatnunk. Hát, hogyha megnézzük, cseréljük fel a gerjesztés és a lefogásnak a helyét. Ez azt jelenti, hogy lefogom a közepét, és a sarkánál fogom gerjeszteni. Azt hiszem, mindenki látja azt, hogy az oldalfelező merőlegeseket tudtuk meghúzni. Talán egy picit még. Igen. Na, hát azt hiszem, ez szépen látszik. Az igényesebb diákok kedvéért azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, hogy meg lehet-e csinálni egyszerre a kettőt. Az oldalfelezőket is, és az átlót is húzzuk meg. Természetesen, aki fizikában egy kicsit járatos, úgy is mondhatnám, hogy a képleteket kellően tanulmányozza, akkor rá fog jönni arra, hogy hát nem egy nem bonyolult dologgal állunk szembe, le kell fogni a sarkát, mert azt szeretnénk, hogy innen induljon ki egy csomóvonal, le kell foglalni az oldalfelezőt, és akkor semmit nem kell, csak a kettő között félúton kell gerjeszteni. Azt hiszem, nagyon szépen látszik, hogy az oldalfelezők és a tehát az oldalfelezők és az átlók is megvannak. Tulajdonképpen, ha valaki egy ilyen Kladniféle porábrával elküzd, és sokat játszik, ennél sokkal több ábrát is meg lehet csinálni. Hát ennek a mai előadásnak ez volt a feladata, hogy mutassunk be egy párat, és hát akkor gyakorlatilag elköszönvén a hullámtanhoz, megyünk egy másik kísérlet irányába, egy másik témakör a hőtan irányába. Hát a hőtannal kapcsolatosan, amit szeretnék megmutatni, az a hőtágulással fogunk foglalkozni. A hőtáguláshoz annyit szeretnék elmondani, hogyha valaki híreket olvas, akkor legtöbbször a vonatsínekkel és a villamossínekkel szokott gond lenni. Valamelyik évben, jó pár évvel ezelőtt, Csehországban, Prágában volt egy szörnyű hideg éjszaka, és akkor több helyen a villamossínek annyira megrövidültek, hogy elszakították magukat. Azt is lehet tudni, hogy nem kell azért menni, hogy vonatsínnel vagy sínnel balesetet vagy eseményt lássunk. Pár évvel ezelőtt itt a budapesti Károly körúton volt olyan, hogy a hirtelen melegedés hatására kivetődött a villamossín, és ez a kivetődés ez azt jelentette, hogy a villamosin a talajhoz képest körülbelül egy 50 centivel kijebb jött, így függőlegesen fölfelé. Azért mondtam ezt a szót, hogy kivetődés, mert ez egy szakszó, és hogyha beírja valaki a keresőbe, hogy kivetődés villamosin Károly körút, akkor első találatként meg fogja találni azt a fotót, amiről beszélek. És hát tulajdonképpen azt szeretném megmutatni, hogy mi is a hőtágulással és annak az erejével szeretnénk egy kicsit foglalkozni. Bemutatom az eszközünket. Az eszközünk egy vastag, öntött vasból elkészített tartó.
Azt hiszem mindenki láthatja, ez egy elég kemény keresztmetszetű tartó. Itt van egy test, amit meg fogunk melegíteni, és ennek a testnek itt a végén található egy lyuk. Ebbe a lyukba bele fogunk helyezni, hát én hoztam több ilyen pálcát, nem akármilyen pálca, ez öntött vas pálca. Azért használunk öntött vasat, mert az öntött vas nagyon úgy hasonlóképpen viselkedik a törés szempontjából, mint az üveg. Az üveget leejti az ember, azonnal törik. Hát az öntött vas pálca is ilyen. Az üvegnél, hogyha valaki összeszedi a cserepeket, akkor szinte össze lehet egymásba illeszteni. Az eredeti alakot ragasztással az ember ügyes összeállíthatja. Az öntött vas is így törik. Ez azt jelenti, hogy úgy törik el, hogy előtte nem deformálódik. Ezért alkalmas az öntött vas pálca erre a kísérletre. Természetesen van ennél vastagabb szögünk is. A szöggel elvégeznénk a kísérletet, a szög egy kicsit meghajolna, és a deformáció miatt nem tudnánk semmit meg arról, hogy mégis mekkora erő jött. Itt viszont az öntött vas eltöréséhez szükséges erőt meg fogjuk tudni majd becsülni. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy ennek a csavarnak a segítségével, hogyha én ezt megfeszítem, akkor egyre jobban és jobban tudjuk beékelni ezt az öntött vasat, pálcát már nem lehet kihúzni. Most annyit fog tenni, hogy ebben az esetben, ha meglazítjuk a csavart, akkor ki lehet könnyedén húzni. Tehát ez maga az eszköz. Ezt a testet, ezt az acéltestet meg fogjuk melegíteni. A melegítést rábízzuk egy nagy teljesítményű gázlángra. Hát ez most még nem nagy teljesítményű, majd mindjárt följebb tornázzuk a lángot. Jó nagy teljesítményű ez a gázláng, és hogy biztos legyek abban, hogy jól megmelegítjük, elindítok egy órát, és akkor tulajdonképpen ennek az órának a segítségével meg fogjuk tudni mondani, hogy mennyi ideig melegítettük. Van egy eszközöm, ennek a segítségével a hőmérsékletet is meg fogjuk tudni mérni. Körülbelül 200 fokig elmelegítjük, akkor ez nagyjából elégséges lesz. Tessék belegondolni, megmértem, a lyuktól a föltámasztásig 300 mm hosszúságú a pálca. A 300 mm-es pálcát mondjuk 200 Celsius fokkal megmelegítjük, akkor az nagyjából 6 mm-nyit fog megnyúlni. Gondolom mindenki ki tudja ezeket számítani, ezek nem a fizika nehézségei, a hőtágulás által meghatározható, tehát a hőtágulás meghatározni hőmérséklet hatására, és hát hogyha betesszük ezt a kitágult testet ide, beteszem majd az acéltüskét, és az acéltüskét utána annyira csak meghúzzuk így a kezünkkel, hogy éppen fölfeküdjön, akkor amikor a pálca össze fog húzódni, ez nem fog összehúzódni, valakinek engednie kell, úgy van méretezve az eszköz, hogy nem más, mint az öntött vas pálca fog eltörni. Na most addig viszont, amíg ezt a kísérletet megnézzük, egy másik kísérletet is szeretnék megmutatni. Ebben az edényben meleg víz van. Azért egy kicsit még melegíthetünk rajta. Körülbelül 60 fokosra megmelegítjük, az a zsérletünk szempontjából az teljesen elégséges. Úgyhogy, és amíg ez megmelegszik, addig hozom az eszközt, amivel szeretném megmutatni, hogy mit is akarunk a hőtágulásról. Két darab eszközünk van. Van egy acélgolyónk. Ennek az acélgolyónak a külső része, mivel hogy ez egy csapágygolyó, ez egy nagyon precízen megmunkált acélgolyó, az alakhűsége az nagyon precíz. Esztergáltunk hozzá sárga részből egy gyűrűt. Úgy van megcsinálva, hogy a gyűrűnek és a golyónak a mérete körülbelül 0,01 milliméterrel tér el. Ezért aztán könnyedén át tudunk ezen húzni. Tehát, hogyha valaki megnézni, így egyáltalán nem lötyög, legalábbis az avatatlan kéz nem érzi meg azt, hogy 0,01 millimétert lötyög. Megmelegedett a vízünk, és akkor én ebbe a meleg vízbe beleteszem az acélgolyót,
egy keveset várunk, annyit szeretnénk elérni, hogy az acélgolyó melegedjen meg, a melegedés hatására ki fog tágulni, és annyira ki fog tágulni, hogy nagyobbat fog tágulni, mint 1 század milliméter, ez azt jelenti, hogy ebbe a lyukba már nem fog beleférni, olyan könnyedén, ahogy az elébb láttuk, már nem fog belemenni. Kihúzom, hát biztos, hogy nem vettem még át, szerintem szépen látszik, elengedem, és nem tud átmenni rajta. Ha szeretnénk, hogy átmenjen, akkor betesszük a sárga rezet is ebbe a vízbe. Természetesen együtt, egyenletes, tehát mind a kettőnek azonos lesz a hőmérséklete, akár egy magasabb hőmérsékleten, egy alacsonyabb hőmérsékleten, akkor ez működni fog. Itt ennél a kis eltérésnél nem nagyon számít az, hogy a sárga réznek a hőtágulása egy picivel nagyobb, mint az acélé, de azt hiszem, nagyon szépen látszik, hogy most már megint át tudjuk tenni ezen a golyón keresztül. Hát ez egy alapkísérlet. Az a helyzet, hogy tapasztalatból tudom, mert eredeti szakmám szerint gépészmérnök vagyok, hogy ezek a, még a golyót könnyű megcsinálni, tehát látjátok, akár kézmeleg is elég ahhoz, hogy ez a kísérlet jól sikerüljön, tehát kézben tarthatóan meleg, de hogyha ezt az ember egyszer leejti, akkor gyakorlatilag lehet eldobni, vagy elvinni egy esztergályoshoz, aki tud ennyire precízen fémet alakítani. Közben nagyjából 5 perc eltelt, de azért ami biztos, biztos, én ezeket az eszközöket elpakolom innen, mert senki ne ürgessen, és hát érdemes magunk között rendet, magunk körül rendet tartani. Megmérem, 214 Celsius fokot mutat, talán először elzárjuk a gázt, így. Most ezek után, mivel hogy tényleg 200 Celsius fokos, ezért én veszek egy kesztyűt, és ebben a kesztyűben fogom elhelyezni ezt a vasdarabot a tartóba. Így is egyébként a kesztyűn keresztül is azért ez nem túlzottan sokáig szeretném tartani. Vagyis rákészülünk, betesszük a tartóba, így, itt van a pálca, és csak látjátok, sokkal jobban lötyög, mint amikor betettük. Meghúzom, csak annyira húzom meg, hogy éppen hogy csak menjen. Még egy hőmérsékletmérést teszünk. 238 Celsius fok hideg, és akkor most jön az, hogy öntünk rá vizet. És ennek a víznek a segítségével hűtjük le ezt a vasdarabot. Hoppá. Ami biztos-biztos alapon igyekszünk. Így. És amint látjátok, már el is tört a pálca. Az öntött vas pálca 2 darabban van. Hát ha valakinek van kedve, neki láthat kiszámolni, hogy mekkora erő kellett volna elviselnie ennek a pálcának. Hát ha valaki azt gondolja, hogy ezt nem lehet megoldani, elmondom, hogy, hogy indulnék el. Hát úgy indulnék el, hogy megmérném, hogy mekkora ennek a acélnak a keresztmetszete. Megmértem, 18 mm-szer 18 mm-es négyzetes test. Ebből az következik, hogy 300 mm hosszú. Hogyha ezt a 300 mm hosszú testet mondjuk 200 Celsius fokkal megnöveljük, akkor az, mint mondottam, 0,6 mm, előtte kicsit számolgattam, tehát 0,6 mm nyúlik, és most érdemes megnézni azt, hogy egy acélt, hogyha vesz az ember, és azt megnyújtja 300 mm hosszú, 18x18 mm keresztmetszetűt, akkor a Young összefüggéssel a szigma egyenlő elszer epsilon képlettel könnyű kiszámolni, ahol a szigma az a mechanikai feszültség, az E az anyagra jellemző Young modulus, és az epsilon pedig a relatív megnyúlás, ami a delta L per L értéke. És akkor ebből a képletből
könnyedén kiszámolható, hogy mekkora erő van. Több tonnás erőről beszélünk, tehát ennek a öntött vas pálcának ebben a kísérletben a túlélésre esélye sem volt. Na hát akkor, ami biztos, hogy mind a pálca, vagy mind az eszköz, mind a tartó az meleg, úgyhogy biztosan kesztyűben fogom ezt elkövetni, az elpakolást. Mert azért még biztos, hogy jó pár 10 fokkal melegebb, mint ahogy az ember kényelmesen kezével megfogná. Úgy, és akkor egy kis rendrakás az asztalon, akarom mondani törlés. És akkor folytathatjuk a kísérleteinket. Úgyne. Hát a hőtanhoz még minden bizonnyal vissza fogunk egy kicsit később térni, de addig nézzünk egy másik témakört, ez pedig, ja nem, még van egy kísérletünk. Egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, ami a mai napnak az a kísérlete, amit javaslok, hogy próbáljátok meg otthon ti magatok is elvégezni. Szükség van hozzá egy mikrohullámú sütőre, ez itt látható, és edényre, mindjárt mutatom is, hogy milyen edényre. Tehát a kísérletünk főszereplője ez a fém záróedénnyel ellátott üvegből készített palack. Nagyon fontos, hogy üvegből legyen, nem műanyagból, mert a kísérletnél több, mint tehát ilyen 100 Celsius fok körüli hőmérséklettel kísérletezünk, a műanyagok azt nem szokták elviselni barátsággal. Tehát azt hiszem mindenki látja, hogy csapvízzel megtöltöttem. Én most berakom a mikrohullámú sütőbe, és addig fogunk várni a mikrohullámú sütőben, amíg ez el nem kezd forni. Így, mi? És akkor elindul a forrás, körülbelül 4-5 perc. Hát talán annyit nem kell, de 3-4 perc az biztos, hogy kell, hogy forjon. Addig, amíg a forrás elindul, ismét fölveszem a kesztyűt, hiszen amikor majd a víz ott bent forr, akkor 100 Celsius fok hideg lesz. Ja, igen, ami még szükséges, hogy szükségünk lesz hideg vízre a kísérletben. A csapból engedünk hideg vizet. Igen, csapból engedünk hideg vizet. Amit még érdemes, hogy mivel le fogjuk önteni az edényt, ezért érdemes egy ilyen edényt tenni, amiben bele fogjuk tenni majd a kísérlet alatt a palackot. A kupakról szeretnék mesélni, ha ezeket a kupakokat valaki közelről megnézi, akkor megláthatja, hogy kívülről nézve domború ez a kupak. Ha ezt a domborúságot az ember megnyomja, akkor lehet hallani, hogy lehet vele csattogni. Hát ez több dologra is jó, az biztos, hogy egy átlag fizikatanár sokáig nem bírja ezt a csattogást, tehát ezzel akár őrületbe is lehet kergetni egy tanár, de nem ezért keresjük. Az a lényege, hogyha megnézi valaki ezt, akkor a külső részén az ujjammal megnyomom, akkor behorpad, elengedem, akkor pedig kiugrik. Vagyis, hogyha jól meggondoljuk, hogyha ennek a lemeznek a két oldalán eltérő lesz a légnyomás, például kívül nagyobb a légnyomás, mint belül, akkor a légnyomás be fogja tudni nyomni. Ez azt jelenti, hogy ez egy nyomógombként szerepel, egy olyan nyomógomb, amivel ellenőrizni lehet, hogy bent mekkora a nyomás. Lefordítom, ellenőrizni lehet, hogy kinyitotta-e valaki előttünk az edényt, hogyha mondjuk üdítő van benne, illetve azt is le tudjuk ellenőrizni, hogy nem kezdette erjedni az üdítő, nem kezdette gázokat fejleszteni, mert abban az esetben megnyomható. Ha nem megnyomható, akkor nincs ilyen probléma, akkor originálisnak mondható. Egyébként csak azt nem tudom, hogy ezt miért nem írják föl a kupakra. Találkoztam már olyan kupakkal, ahol ez mind szépen föl volt írva, és ahogy nézem, a kupakunk tanulmányozásra eltöltött idő pont elég volt arra, hogy a pille palackban, vagy a palackunkban erősen kezdjen forni a víz. Szerintem mindenki látja, hogy forr. Én lezárom, és rövid időn belül
abba marad a víz forrása. Szeretnénk a vizet felforralni. Hogyan kezdjünk hozzá? Hát nézzük meg, lehet, hogy elképesztőnek találják többen, hogy lehűtöm a külsejét, és a külseje lehűtése után a víz ismét forrásba jön. A vízben keletkeznek buborékok az alján, és azok elindulnak fölfelé. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a kupakunk nem sikerült elsőre jól lezárni. Általában ilyenkor az szokott lenni, hogy a kupak nem igazán sikeres. Nem baj, van másik edényünk. Én azt hiszem, hogy megismételjük a kísérletet, mert ez megéri. Egyébként a kísérletet, amikor lepróbáltuk, pont ugyanez a szituáció jött elő. Az első kupak az nem sikeres. Tehát akkor ismét lássunk egy kis forralást. Hogy ez miért nem sikerült, azt most nem kutatjuk. De az biztosan lehet tudni, hogy a kupak zárásával van probléma. Tehát igen. Egy kicsit kell várnunk. A mikrohullámú sütőről, miközben melegszik, elmondom, hogy egy magnetroncső segítségével tudunk benne meleget készíteni. A magnetroncső az egy speciális vákumcső. Ebben a vákumcsőben elektronokat nagy frekvenciával körpályán kergetünk, és ennek hatására ugye tudjuk, hogy a gyorsuló elektron sugároz, elektromágneses hullámokat bocsát ki. Ezekkel az elektromágneses hullámokkal tudjuk rezgésbe hozni a víz molekuláit. Tudjuk a víz molekuláiról, hogy apoláros molekulák, rezgésbe hozzuk. A rezgések mentén a közel levő molekulák egymással ütköznek, energiát adnak egymásnak, és így melegszik fel a víz. 2,4 GHz frekvenciával működik a mikrohullámú sütő, és hát tulajdonképpen ez a 2,4 GHz, ez nagyon alkalmas arra, hogy viszonylag gyorsan, nagy energiát tudjunk közölni a vízzel, illetve az ételekkel. A mikrohullámú sütők jellemzően 800 watt és 1200 watt közötti teljesítményűek. Ez azt jelenti, hogy a keltett hullám ezzel az intenzitással igen gyorsan és nagyon jó hatékonysággal tudja megmelegíteni az ételt. Igen, na már most látjuk, hogy kezd a víz forrásba jönni. Itt fog elmenni az orrom előtt, és látom, hogy forr. Akkor szépen kivesszük a mikrohullámú sütőből a vizet, rátesszük a kupakot, így, és akkor nézzük a kísérletet. Lehűtöm, így. És azt hiszem, most már tényleg látja mindenki, hogy forrásba jön. Amikor leütöm, akkor elkezd forrni. Na, nézzük meg, hogy pontosan mi is történik. Akkor, amikor a mikrohullámú sütőből a nyitott pillepalackot, tehát azt a nyitott pillepalackot kivettem, vagy üvegpalackot kivettem, akkor víz volt benne, folyadékhalmaz állapotban, és fölötte vízgőz. Teljes egészében kiszorította az egyébként normál állapotban ott levő levegőt. Azt hiszem, hogy kezdjük el forralni, mert szeretnénk megmutatni, hogy hogyan lehet jól forralni. Tehát amikor kivettük, akkor víz és vízgőz volt benne. Lezárjuk, és akkor ennek eredményeként a vízgőz, amikor elkezd lehűlni az edény, lecsapódik, és a térfogatának töredékére húzódik össze. Amikor egy folyadékot elforralunk, akkor általában 2000-szeres, nagyságrendileg 1500-2000-szeres térfogatváltozást szenved. Tehát amikor a vízgőz, ami itt levő vízgőz lecsapódik, és egész picire összehúzódik, akkor maga körül űrt hagy. Tehát kisebb lesz a légnyomás, és a kisebb légnyomás miatt a
rendszer az szeretne kiegyenlítődni, és elkezd a víz forrni. Vagyis ez azt jelenti, hogy alacsonyabb hőmérsékleten fog forrni a víz, mint amit tanultunk a fizika könyvben, vagyis a víznek a forráspontja ebben az esetben nem 100 Celsius fok, hanem annál kisebb. Hogy mennyivel kisebb, azt meg tudjuk mérni a hőmérővel, feltéve, hogy a hőmérőt megtalálom. Itt van. Tulajdonképpen úgy mutatom, hogy mindenki láthatja, 80 Celsius fokos a víz, azt hiszem ez látszik. Én most ezt leöntöm egy kis hideg vízzel. Ilyenkor a vízgőz lecsapódik, és a vízgőz lecsapódása után ismét nekiindul forrni a víz. Az, hogy tényleg kisebb a nyomás, ez az előbb látható pattanás mutatta. Most már akkora a nyomás különbség, hogy az a domborúság homorúvá változott, benyomódott. Azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik az, hogy az ember leönti, akkor elkezd forrni, buborékok keletkeznek. Intenzívebb is lehet tenni, hogyha az ember fogja ezt ide szépen beleteszi, így, akkor azt hiszem gyönyörűen fog látszani, főleg, hogyha a kupak tetejét le tudjuk hűteni, hogy a vízünk ismét forrásba jön, hogy elkezd a tetején buborékolni, meg aztán később az alján is, és hát tulajdonképpen ugye a halmazállapot változások nyomásfüggésének témakörébe lehetne elhelyezni ezt a kísérletet. A halmazállapot változás a forrás, hőmérséklete a nyomással erősen befolyásolható. Itt csökkentettük a nyomást, ennek eredményeként csökkent a forrás hőmérséklet. Ha növeljük a nyomást, akkor természetesen növekedni fog a forrás hőmérséklet. Ezt használják ki otthon egyébként a kokta gyorsfőző fazekakban, ugye ott egy súlyszelep biztosítja, hogy túlnyomás van, mindig ugyanakkor a túlnyomás, ennek eredményeként körülbelül a 100 Celsius fok helyett a 120-135 Celsius fokon fog forrni a koktában a víz. Ez azt jelenti, hogy a koktába berakott étel magasabb hőmérsékleten sokkal gyorsabban fog megpuhulni. Azt kell mondjam, hogy az országunkban van 4 ilyen koktához hasonló, lényegesen nagyobb, és úgy is mondhatnám, hogy izgalmasabb gyorsfőző edényünk, ez a Paksi Atomerőműnek a 4 blokkjára gondolok, ahol képzeljétek el, akkora nyomás van, hogy körülbelül 300 Celsius fokon még nem jön forrásba a víz, és ezzel a primerkörben uralkodó nyomással 300 Celsius fok körüli gőzt lehet csinálni, és azzal lehet áramot fejleszteni. Tehát azt kell mondjam, hogy a nyomás függését, a halmazállapot változások hőmérsékletének igenis nagyon komolyan kiszoktuk használni. Hát akkor most már tényleg nézzünk egy másik téma után. Az elektromos árammal kapcsolatos kísérletek fognak következni, és akkor nézzük a kísérleti eszközeinket. Szükségünk lesz egy kis desztillált vízre, egy kis sóra, egy izzólámpára, egy főzőpohárra, amiben 2 darab szén rúd nyúlik bele, egy kis vezetékre, készítsünk egy áramkört, ugye az izzólámpával kössük sorba a szénszálakat, tehát akkor egy soros áramkört hoztunk létre. Itt a két vége, természetesen áramforrásunk is van. Így. És kapcsoljuk be az áramkört. Így. Bekapcsolom, hát nem világít. Keressük meg, hogy hol van a hiba. Hát én azt gondolom, hogy amennyire a hézagos műveltséggel nem hagy cserbe, akkor itt kell rövidre zárni, tehát itt a két elektród, a szénelektród között kell valamit kitalálnunk. Kikapcsolom az áramot, tegyünk bele desztillált vizet. A desztillált víz lesz az első, aminek megnézzük, hogy milyen a vezető képessége. Igen.
helyezzük el benne a két elektródot, kapcsoljuk be, még mindig nem világít, még mindig itt van a gond. Ezek után kikapcsoljuk, majd tegyünk bele egy kis sót, közönséges konyhasó. Konyhasó segítségével megnézzük, hogy tudunk-e vezetést előidézni. Megkapcsolom. És azt hiszem mindenki látja azt, hogy elindult az áram. Tudjuk, a konyhasó a vízben oldódva klorid és nátriumionokra bomlik szét, és ezeknek a segítségével fogjuk tudni megmagyarázni a vezetőképességet. Annyit szeretnék még a kísérletnél mindenképpen megmutatni, hogy abban az esetben, hogyha kivesszük az elektródot, kicseréljük a megsózott, desztillált vízünket, bőségesen kiöblítem csapvízzel, így, hát mossuk le az elektródokat is, járjunk el teljesen korrektül, bár az elektródokra túl sok nem tud rákerülni, igen, és kapcsoljuk be. Aztán mindenki látja, hogy nagyon szépen vezet a csapvíz, vezeti az áramot. Tehát, hogy a csapvízben oldott csóknak az ionjai tudnak vezetést produkálni, és hát tulajdonképpen ezzel meg is tudjuk érteni azt, hogy amikor a régebbi időkben, amikor még a gondozásmentes akkumulátorok nem voltak, akkor az akkumulátorban mindig ellenőrizni kellett a savszintet, és akkor az volt az előírás, hogy desztillált vízzel kell a csapvizet pótolni. Hát, hogy miért kell csapvízzel pótolni? Azért, mert hogy desztillált vízzel pótolni, mert ha csapvízzel pótolnánk, akkor az elektródok közé egy vezetőt teszünk be, és ez az akkumulátor önkisüléséhez fog vezetni. Még amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy mi a különbség, pontosabban csak a desztillált víz jó-e? Ez a kérdés. A desztillált víz mellett van egy másik fogalom, amit nagyon sok ember nem tudja pontosan mit is jelent, az az úgynevezett ioncserélt víz. Az ioncserélt víz és a desztillált víz elkészítése között lényegi különbség az, hogy a desztillált vízhez rengeteg energia kell, hiszen a vizet el kell forralni, le kell csapatni, és ez egy nagyon energiaigényes folyamat. A vegyészek kitalálták azt, hogy egy speciális tartályon, egy ilyen eszközön keresztül vezetik, ez az ioncserélő, és ennek hatására azokat az ionokat, amelyek a vezetésért felelősek, el tudjuk távolítani. Én viccesen azt szoktam mondani, hogy a desztillált víz az csak, idézőjelben csak vízmolekulákat fog tartalmazni, természetesen akármennyire is desztilláljuk, azért mindig van benne más is, mint víz. Tehát teljesen tisztát nem tudunk csinálni, de azt mondhatjuk, hogy a kísérleteink szempontjából csak vízmolekulák vannak, még az ioncserélt vízben olyan lehet, hogy mondjuk egy légylába benne maradhat, mert ugye az izonos vezetés nem fog produkálni, tehát nem vezető anyagokkal még lehet, és ez lényegesen olcsóbb. Általában, amit az emberek össze szoktak keverni, régebben, hát ma már senki nem bütyköli saját maga az autóját, hogy az akkumulátorba desztillált vizet is lehet tenni, meg ioncserélt vizet is. Hát ez a lényeg a bemutatónak. Azt kell mondjam, hogy az ioncserélt víz az sokkal olcsóbb van előállítható. Én nem mondtam, hogy olcsóbbé kapjuk meg a benzinkútnál, de hogy olcsóbban előállítható, az egész biztos. No, amikor a vezetési modellek című kísérletet tanítjuk, akkor megnézhetjük azt, hogy az áramkörünknek abba a részébe, ahol eddig a desztillált, illetve a csapvíz volt, helyezzünk el most egy üvegcsövet. Ha jól megnézitek, akkor egy viszonylag szép üvegcsövet látunk itt, és akkor ismételten állítsuk elő az áramkörünket. Ugye, íme itt van. Bekapcsoljuk. Ugye ez lesz az, amivel ellenőrizzük, hogy ha ezt a két pontot rövidre zárjuk, azt hiszem mindenki láthatja, hogy világít a lámpa. Nekünk semmi más tennivalónk nincs, mint hogy megmelegítjük az üveget, és az üveg melegítése hatására a
halmazállapot változás kezdete környékén az üveg vezetővé válik. Az az üveg, amit egyébként a fizika szertárakban úgy szoktunk megtalálni, hogy az elektrostatikus eszközöknek a lábait elég gyakran csinálják üvegből, az üveg könnyen tisztán tartható és nagyon jó elektromos szigetelő szoba hőmérsékleten. Amit szeretnénk megmutatni, hogy amikor az üveg megolvad, ez rövidesen előjön, akkor amint látjátok, az áramkörünk vezetési jelenséget mutat, sőt azt is meg lehet mutatni, hogy az átfolyó áramnak a zsúlhője még az üveget melegen tartja, tehát egy jó darabig még világítani fog. Nagyon szép villogás lehet látni, ugye azok a helyek, ahol nem pontos, tehát a részvezeték és az üveg határán ilyen villogásokat lehet látni, azt is láthatjátok, hogy szépen világít, úgyhogy az üveg vezető képességét akkor, amikor a halmazállapot a szilárdból folyadékba megy át, akkor elkezdi vezetni az áramot, tehát ez egy befagyott folyadékként is fölfogható. Természetesen, hogyha már ennyit beszéltünk folyadékokról, akkor ezeket elpakolgatva, ezeket az eszközöket egy újabb folyadékokkal kapcsolatos kísérletet szeretnék nektek megmutatni. Így mi? Tehát itt már az áramforrás sem szükséges, hogy ilyen nagy teljesítményű legyen. A főszereplőnk egy petri csésze lesz. Ebbe a petri csészébe tegyünk egy kis vizet. Csapvizet, és hogy biztosan jó legyen a vezető képessége, teszünk bele egy pici sót is. A petri csészénkről annyit kell elmondani, hogy két darab rézelektróda van, az egyik elektróda itt kívül, a másik elektróda itt pedig belül. És ezekhez az elektródákhoz 9 voltos zsebtelepet lehet kapcsolni. Hát töltsünk bele egy kis vizet, és ugye ez a vízben rögtön oldódni fog a konyhasó, és és tulajdonképpen a kísérletünk kezdődhet is. Van egy 9 voltos elemünk, ezt a 9 voltos elemet én ide hozzá kapcsolom, és hát viszonylag hosszabb idő múlva azt fogjuk látni, hogy egy picit pezseg. De még nagyon nem történik semmi. Ahhoz, hogy történjék valami, ahhoz egy mágnest fogok hozni, és ezt a mágnest én ide teszem a petri csésze alá. Ígyni. Én már látok valamit, de hogy ti is jól lássátok, hozok krétát, és a krétának a porát ide szépen rá fogom dörzsölgetni, és amit láttok, az nem más, mint hogy ez a víz, ez forgásba jön. Most, hogyha fölülről nézem, az óramutató járásával éppen ellenkező irányba forog. Ha azt szeretném, hogy megforduljon a forgás irány, akkor lecsatlakoztatjuk az áramforrást, és ez a másik ponthoz teszem, ami tulajdonképpen nem tesz más, mint hogy előjelet vált a polaritás. Ennek eredményeként elkezd forogni most már az óramutató járásának megfelelő irányba a mágnes fölött a folyadék. Azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Ha azt szeretnénk, hogy ismét forduljon meg az áram irány, vagy a forgás iránya, akkor csak annyit kell tenni, hogy megfordítjuk ezt a vasat, ezt a mágnest. Ez azt jelenti, az északi helyett a déli pólusa, vagy a déli helyett az északi pólusa kerül ide, és hogyha ide tesszük, akkor szerintem most vagy kontakthibás ez, vagy éppen most merült ki az elemünk. Nem tudom, mi lehet ezzel. Hát ez a bemutatási effektus, ez most... Valahol az, igen, most szép lassan elindul, és hát az ellenkező irányba kezd forogni. Ha valaki megkérdezi, hogy pontosan mi is történik, megnézhetjük, mutatom, kiöntök a vízbe egy keveset, hogy lássuk.
van egy középső, meg egy szélső, tehát egy külső kerületen egy elektród. Amikor ezt például pozitívra, ezt negatívra tesszük, akkor a negatív ionok és a pozitív ionok egymással szembe fognak mozogni sugárirányban. Gondolom ez idáig követhető. Ugye azt kell látni, hogy ha alá teszünk egy mágnest, akkor a mágnesnek a mágneses tere az függőleges irányú lesz, tehát akkor ez, ha itt északi pólus, akkor fölfelé fog mutatni. Ennek eredményeként a kifelé és a befelé menő elektromos töltött részekre pontosan ugyanolyan irányú erő fog hatni. Megnézhetjük még egyszer. Szerintem most már kéne, hogy működjön. Gyönyörűen forog a víz, azt hiszem meg lehet nézni. A másik irányba tesszük, akkor éppen ellenkező irányba fog forogni. Ez szerintem szépen látszik. És annélkül, hogy megváltoztatnám a pólust, megcseréljük a mágnesnek a pólusát, és a víz forgásiránya ismét ellenkező irányba forog. Kérdezem az operatőröket, hogy jó volt, vagy mutassunk még valamit? Ezek szerint nem, jó volt. Tehát ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy amikor egy folyadékban áramot tapasztalunk, ugye az azt jelenti, hogy a negatív és pozitív töltések egymással szembe irányba fognak menni, ugye azt az mindenki érti, az ionok, a pozitív és negatív ionok, és a függőleges irányú mágneses tér mind a kettőre pontosan ugyanolyan irányú eltérítést fog adni. Ez a magnetohidrodinamikai szivattyúnak egy kicsit a modelljéhez hasonlít, ám bár ott a magnetohidrodinamikai szivattyúban Einstein és Kármán Tódor közös találmányában ott fémes vezetés volt, tehát ott csak elektronok vezettek, de a működési elve az teljesen hasonló. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kísérlet is érdemes volt foglalkozni vele, mert hogy mind a két ellenkező irányú, ellenkező töltési testre ugyanolyan irányú erő fog hatni, és ez hozza forgásba a testeket. A következő kísérletben hát egy kicsit a transzformátorok lelki világába fogunk belefogni, illetve hát megnézzük azt, hogy az elektromos áramnak a hőhatását hogyan lehet bemutatni. Nézzük, hogy milyen eszközeink vannak. Hát a fő szereplő az tulajdonképpen nem más, mint egy mikrohullámú sütőnek a transzformátorát egy picit átalakítottam. Ez egy zárlatos transzformátor volt. Itt alul található a primer tekercs, amelyet 230 voltra méreteztek. Itt fölül most már csak három menet van, de itt egy olyan tekercs volt, amely 2000 volt feszültség előállítására volt képes. Ez zárlatos lett, én fűrésszel eltávolítottam, és a nagyon nagy menetszám helyett nagyon nagy keresztmetszetű, viszont nagyon kevés menetszámú tekercset készítettem. Hát ha látjátok, 1-2-3 menetes tekercset hoztunk létre. A kivezetése is, hát ha jól megnézitek, nem kicsi keresztmetszetről uralkodik, vagy árulkodik, és akkor tulajdonképpen ezekkel a szorítókkal, szorítófogókkal ide fogjuk szorítani, így, az egyik végét, így csinálunk zárt áramkört, és ez a tekercs által létrehozott áram hatására azt várjuk, hogy meg fog olvadni ez a vas szög, ez az acél, vagy a húzalszög. Mielőtt még elindítanám, én beszereztem egy jópofa műszert, egy úgynevezett lakatfogót, egy ilyen árammérő műszert. Ez az árammérő műszer arra alkalmas, hogy az itt ebben a vezetékben folyó váltakozó áram hatására ez indukció révén meg fogja tudni mondani, mennyi áram keletkezik. Hát ha van kedvetek, megpróbálhatjátok megbecsülni, hogy mekkora áramról beszélünk. 1000 wattos teljesítményű volt ez a transzformátor, amikor a mikrohullámú sütőbe tervezték, tehát akkor tulajdonképpen a vas és a primer tekercsnek a keresztmetszete az továbbra is megmaradt. Hát ennek megfelelően néhány voltos feszültség lesz. Ennek megfelelően, hogyha nekiszámolunk, akkor itt több száz amperes áramot várunk. Ez az árammérő
végkitérésben azt írják 600 amper tud mérni. Úgyhogy én megkérem az operatőr Andrist, hogy ha látod a számot, akkor ezt érdemes mindenképpen mutatni. Nekem semmi tennivalóm nincs, mint mehet. Bekapcsolom. Azt hiszem, hogy az áramerősség nem csekély. Hát most 6-700 amper, és amint látjátok, egyre jobban és jobban olvad meg a vasszög, még nem a végén, el is fog csöppenni. Így. Vagyis vasat olvasztattunk az elektromos áram segítségével. Amire vigyázni kell, az az, hogy most épp eszű ember végig gondolja kétszer is, hogy hol fogja meg a vezetéket. Már nem azért, mert ráz, hanem azért, mert meleg. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt nem fogom túlzásba vinni. Csak annyit teszek, hogy óvatosan félrecsúsztatom. És elkerülöm, hogy a forró részekkel egy kicsit is találkozzak. Úgy. Jó. Hát akkor olvasztottunk áramot, vagy vasat elektromos árammal, most pedig egy olyan témakörrel szeretnék foglalkozni, ami egy viszonylag nehéz témakör a fizikában, az önindukció témakörével fogok foglalkozni. Ehhez egy speciális áramkört fogunk építeni. Az épített áramkörben a főszerep egy 1,2 Henry indukciójú tekercsel fogunk kísérletezni. Amikor összeállítom az áramkört, akkor minden egyes alkatrészéről elmondom, hogy pontosan mire való. Ezek lesznek, amit most hozok, az áramforrások. Lesz egy egyenáramú áramforrásunk, ez van alul, és lesz egy váltakozó áramforrásunk, egy jelgenerátor, ez van fölül. Ez a jelgenerátor viszonylag nagyobb teljesítményű, és akkor ezek után építsük meg az áramforrásunk, vagy az áramkörünket. Hát a pozitív sarkából elindulunk az áramforrásnak, és egy úgynevezett irányváltó kapcsolóval fogjuk ezt kezdeni. Ez azt jelenti, hogy ez a kapcsoló úgy működik, hogyha ide kapcsolom, akkor ez a pozitív sarok ez erre a részre kerül, a negatív pedig erre a részre. Szerintem az áramkör kapcsolásából ez látszik. Abban az esetben ezt átváltoztatjuk, akkor ide kerül a pozitív, ide kerül a negatív, vagyis ez egy áram irányváltó kapcsoló. Kikapcsolni nem lehet vele az áramot, az áramirányt megfordítani azt viszont lehet. Tehát ennek a kapcsolónak ez a szerepe. Minek utána, hogy nem tudjuk, hogy melyik a pozitív, melyik a negatív rész, ezért induljunk ki abból, hogy a két kimenetet azt azonos színűre, fekete színűre választjuk. Így. Most már az áramkörünk nagyjából elkészült, itt látunk egy ohmos ellenállást, vele sorba kötve egy izzólámpát. Alul az izzólámpával sorba fogunk kapcsolni egy 1200 menetes tekercset, ennek fehér színű zsinort választottam, és ezt a fehér színű zsinórokkal ellátott tekercset egy vasmagot fogunk ennek a tekercsnek a belsejében elhelyezni, és ezt kapcsoljuk szépen így ide. Így. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az áramkörünk be van kapcsolva, erre a vezetékre sincs szükség. A feszültség éppen egészen csekély, elkezdem fölfelé tekerni, és akkor azt látjuk, hogy a két ágban az ohmos ellenállással sorba kötött izzóm, illetve az induktív tekercsel sorba kötött izzó azonos fényerősséggel világít. Ez a két izzó nekünk most árammérő műszer lesz. Olyan, hogy ránézzünk, és el tudjuk dönteni, melyik nagyobb, melyik kisebb. Azt hiszem, hogy mindenki látja, hogy a kettő körülbelül azonos fényerősséggel működik. Én szemmel nem tudnám eldönteni, melyik a nagyobb. Kapcsoljuk ki, és ezek után kapcsoljuk be. És hogyha megnézitek, az alsó lámpa a kibe kapcsolgatás révén mindig későbben kezd el világítani. Azt hiszem, ez jól látszik. Ha valaki megkérdezi, mi ennek az oka, hát akkor azt kell mondjuk, hogy azért van, mert a
amikor elkezdjük a két pontra a feszültséget kapcsolunk, akkor a töltések, amikor elindulnak, a tekercsen keresztül haladva föl kellene építeni ennek a vasmagban egy mágneses teret. Amíg ez a mágneses tér föl nem épül, addig ennek látszólag nagyobb lesz az ohmos ellenállása, mint amikor már beállt az egyensúlyi állapot. Hogy ez tényleg így van, és fölépült a mágneses tér, meg tudom mutatni, úgyhogy ezt a vasmagot, amelyet egyébként csak így egymásra raktam, most egy komoly erő tartja egyben. És ez gyakorlatilag le nem rázható. Természetesen nagyon akarom, akkor én ezt ki tudom bontani, ha nagyon akarom, meg is fordíthatom, és akkor nézzük meg, hogy az első bekapcsoláskor mit tapasztalunk. Bekapcsolom, és sokkal nagyobb lesz az izzólámpának az első bekapcsoláskor a késése, mint a második esetben. Megmutatom még egyszer, kibontom a vasat, amint látható, most nincs maradó mágnesség. Bekapcsolom, az alsó sokkal többet késik, kikapcsolom, amint látjátok, megvan a maradó mágnesség, most már hamarabb fog tudni fölépülni, ezért a második bekapcsolástól kezdve a bekapcsolások kevesebbet késnek. Járjuk részletesen körbe ezt a dolgot. Most úgy fogom bekapcsolni, hogy be van kapcsolva mind a kettő, és a vasmagunk nem zárt, hanem nyitott, amint látjuk. Itt van a vasnak a záró része, amikor én ezt ide teszem és bezárom, akkor egy rövidebb időre elalszik a lámpa, pedig az izzószálhoz vezető út sehol nem szakadt meg. Tulajdonképpen annyi történt, hogy amíg föl nem épült ebben a mágneses körben a mágneses térerősség, addig sokkal nagyobb volt az áram útjának, sokkal jobban állt ellent, az impedanciája volt nagyobb. Természetesen azt is megnézhetjük, hogy az irányváltó kapcsolóval irányt váltok, akkor a mágneses tért ellenkező irányba kell fölépíteni. Átváltom, és azt hiszem jól látszik, hogy egy rövidebb időre elalszik az induktivitással sorba kapcsolt lámpa. Ez azt jelenti, hogy arra az időre, ugye látjuk, hogy a fönti az gyakorlatilag még csak nem is villan, az alsó pedig viszonylag hosszabb ideig kihagy. Tehát tulajdonképpen a mágneses térnek a szerepét szerettem volna itt bemutatni. Most egy darabig köszönjünk el az egyenáramtól, és egy váltakozó áramú áramforrást választok. Itt mindenki láthatja, hogy egészen alacsony frekvenciájú jelet fogok választani. Az alacsony frekvencia azt jelenti, hogy a hálózati 50 Hz helyett 5/10 Hz-et fogunk választani. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó szemmel követhető eseményt fogunk látni. Tehát akkor 0,5 Hz a frekvencia. Bekapcsolom, természetesen még kicsi az áramerősség. Elkezdem növelni. És akkor azt látjuk, hogy a két izzólámpa nem egyszerre világít. Az alsó a felsőhöz képest egy kicsit késik. Hát, hogyha tanultátok ezt fizika órán, akkor most már értitek is. Egy egyszerű kísérlettel meg tudjuk mutatni, ebben a felső ágban csak ohmos ellenállások vannak, az alsó ágban egy induktivitással sorba van kötve, jelen esetben ohmos ellenállásként viselkedő izzószál, és akkor látjuk, hogy az alsóban később kezd világítani, vagyis késik az áram, pontosan annyit késik, amíg föl nem épül a mágneses tér. Hogy tényleg a vasmagnak van komoly szerepe itt, azt úgy tudjuk megmutatni, hogy eltávolítjuk ezt a vasat. Abban az esetben, ha teljesen eltávolítjuk a vasat, és semmihez nem nyúlunk hozzá, akkor gyakorlatilag a szemünk számára egyszerre fog világítani a két lámpa, mérőműszerrel ki lehetne mérni, hogy ennek az induktivitása miatt van egy kis késés, de az olyan csekély, hogy ebben a kísérletben azt nem látjuk. Abban az esetben, hogyha szeretnénk ismét látni, akkor be kell tenni a tekercs belsejébe vasat, illetve zárni kell, és abban a pillanatban, hogy elindult, tehát hogy bezártuk a testet, az izzólámpának a késése látható. Van még egy másik igen fontos fizikai mennyiség, amiről már beszéltem, ez az impedancia, ugye ezek a frekvenciafüggő ellenállások, és hát az izzólámpának a világítása azt mutatja, hogy a fönti és az alsó lámpa egy
forma erősséggel világít ezen a frekvencián. Ha elkezdünk egy kicsit frekvenciában fölfelé menni, tehát fél herc fölé, ez azt jelenti, hogy szaporábban fogjuk látni az ISO lámpákat világítani, akkor azt látjuk, hogy a két lámpa tényleg szaporábban kezd világítani, de van valami, amit még látunk, jelesül az, hogy az alsó lámpánk már lényegesen kisebb fényerősséggel világít. Most még egy egész picit, még lát, én szemmel, szabad szemmel még látom, hogy világít, de csak éppen, hogy alig világít. És azt látjuk, hogy a fönti lámpának a fényerőssége nem változott. Természetesen, hogyha visszamegyünk az eredeti fél herces frekvenciára, aközben az úthoz vezető úton elkezd az izószálunk, az alsó izószál egyre erősebben és erősebben világítani, még nem. Úgy körülbelül fél hercnél, ahol a kísérletünket elindítottuk, visszáll az eredeti rend, tehát a két fényesség megegyezik, illetve azt is lehet mondani, hogy a késés is visszajött. Gondolom ez teljesen követhető. Amit még érdemes megmutatni, ez most már az önindukciót befejeztük, egy másik jelenséget szeretnék megmutatni. Most csak az egyik lámpát fogjuk vizsgálgatni. Megnézzük, hogy mekkora a fényerősség. Időfüggvényében a fényerősség nulla és maximum között ingadozik. Azt gondolom látszik. Itt most van arra idő, hogy az izószálnak a hőmérséklete, az kövesse az áramerősség változását. Abban az esetben, ha elkezdünk nagyobb és nagyobb frekvenciára menni, akkor azt fogjuk látni, hogy az izzólámpánk most már teljesen folytonosnak tűnik a fénye. Kisebb lett a fénye, mint amikor ingadozott, akkor ugye a legnagyobb fényerősség az áramnak a csúcshatásával volt egyenlő, itt pedig a fényerősség állandó, itt az áramnak az effektív hatásával fog menni. Tehát ez azt jelenti, hogy meg tudjuk egy egyszerű kísérlettel mutatni, hogy mi a különbség a csúcs áram és az áramnak az értéke között, illetve az effektív áramnak. Még amit ez a jelgenerátor tud, hogy tud színuszos jelet is produkálni, és tud fűrészfogjelet produkálni. Most éppen színuszos jelre van kapcsolva. Ebben az esetben jegyezzétek, mekkora a fényerősség. Átkapcsolok a fűrészfogjelre, és azt hiszem jól lehet látni, hogy kisebb lett a fényerősség. Hát ez azt jelenti, hogy ugyanakkora amplitúdójú, ugyanakkora szaporaságú jelnél a jel alakja meg fogja határozni, hogy mekkora lesz az effektív érték, hogy a színusznál az nagyobb lesz, mint hogyha ilyen fűrészfogjelet nézünk. Azt hiszem, hogy a bologatásból meggyőzőnek tűnik az, amit mondtam, hogy ez tényleg így van. Amit most ezek után érdemes megnézni, az az lesz, hogy egy pici kísérlet erejéig térjünk vissza az egyenáramhoz, mert az egyenárammal kapcsolatos bemutatni valót még tartogat egy kis apróságot. Tehát ez azt jelenti, hogy visszatértünk az egyenáramhoz, állítjuk be a fényerősséget, ugye a váltóáram áramforrása már nincs szükség, és hogyha most valaki megnézni, hogy le tudom-e szedni, bocsánat, csak ezt kapcsoljuk ki, föl akarom helyezni rendesen ezt a vasmagot, úgyhogy tényleg szépen asszentosan illeszkedjen, látjuk, hogy van egy kis késés, ha most én ezt itt le akarnám szedni, hát bizony, ember legyen a talpán, aki ezt leszedi, hiszen ebben a mágneses körben ennek az áramnak a hatására nem túl nagy áram folyik, hiszen néhány tized amperről beszélhetünk maximum. A kialakuló mágneses erő az irgalmatlan nagy. Azt hiszem, ez teljesen világos. Emlékeztetnék arra, hogy amikor ezt a mágneses kört bezártuk, akkor egy rövidebb időre az alsó elaludt. Emlékezzetek, hogy ezt már egyszer megbeszéltük. Ha az ember ügyes, akkor oldalra egy megfelelően erős mozdulattal meg tudjuk nyitni ezt a kört. Miért is? Mert amikor az ember fogja és ezt a kört bezárja, akkor tulajdonképpen a tekercsben indukálódó áram iránya, vagy a feszültség épp ellenkező irányú lesz, mint az áramforrásnak a feszültsége, ezért alszik el a lámpa. Abban az esetben, hogyha ezt megszakítjuk így kézzel, akkor villan egyet a lámpa, mert a megszakításkor
ez a feszültség és az itt indukáló feszültség összeérődik, az izzolámpát kiégeti, hiába teszem vissza, ez többet már nem fog működni. Tehát akkor tudományos módon nyírtuk ki az izzolámpát. Ilyenkor, amikor nagyon sok látogató van, tehát néző, akkor mindig kiszoktam csavarni ezt az izzolámpát, és valakinek odaadom ajándékba, jelesül azért, hogy emlékként odaadom, hogy hát itt van egy izzolámpa, ami semmire nem jó, de tudományos módszerekkel tettük tönkre. És akkor engem a legközelebbi előadásra figyelmeztet, hogy ki kell cserélni a lámpát. Tehát ez a fő attrakció. Tehát akkor az önindukcióról beszéltünk, elmondtuk a tekercsnek a szerepét, a vasmagnak a szerepét, azt, hogy hogyan lehet ezeket a jelenségeket az indukció által tanult törvények segítségével megmagyarázni. És akkor elpakolván ezeket az önindukciós eszközöket, hát, ahogy az órára is pillantok, egyre jobban közeledünk az óra vége felé, és egy olyan kísérletet szeretnék el megmutatni, ami hát a félig meddig a szórakoztatás irányába is elvisz minket, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy egy olyan dolgot szeretnék megtanítani, aminek megvan a maga haszna is. Az eszközeink egy iránytű, egy villáskulcs és egy tekercs. Egy olyan tekercs, ami úgynevezett légmagos tekercs, hát a csévetestje az alumíniumból van, hogy tartson, de itt belül a csévetest az már nem alumíniumból van, hanem műanyagból, és ez a tekercs lesz a főszereplőnk. Úgyni. Tehát kikapcsolom az áramforrásunkat, tehát a tekercsben most nem folyik áram, itt egyébként kibe tudom majd kapcsolgatni. Van nekünk egy villás kulcsunk, elfelejtettem, hogy kell ehhez még egy mágnes is. És hogyha ezt a villás kulcsot az ember egy mágnes környékére elhelyezi, akkor gyakorlatilag most még, amint látjátok, ez a villás kulcs alig-alig hat kölcsön evel az iránytűvel. Abban az esetben, hogyha egy erős mágnest végighúzok rajta, fölmágnesezem, így, ezek után azt hiszem komolyan megváltozik az, hogy ezt vonzani fogja ezt a felét, ezt a másik felét pedig a piros oldala fogja vonzani, vagyis a mágnessel való végighúzogatásnak az lett az eredménye, hogy ebből is egy mágnest tudtunk csinálni. Kétfajta ferromágneses anyagot különböztetünk meg általában, a lágy ferromágneses anyagot és a kemény ferromágneses anyagot. Általában elmondható, hogy a kemény ferromágneses anyagok azok krómmal, vanádiummal, nikkellel ötvözöttek. Ez azt jelenti, hogy ezekből az anyagokból lehet igazán jó szerszámacélt csinálni. Tehát egy villáskulcsot az ember véletlenül fölmágnesez, akkor utána nehezen fogunk, tehát ha csak azt akarjuk, hogy kivárjuk, míg elmúlik a mágnesség, akkor az addig beleőszülhet az ember. Tehát ez azt jelenti, hogy valami utom módon jó lenne lemágnesezni a testünket. Hát, hogyha megpróbáljuk, hogy ugye ezzel az irányba mágneseztük föl, így, tehát hogy a 17-es fele volt az, amelyik vonzott a kék pólust, szerintem ez szépen látszik, és a 16-os fele az, amelyik a pirosat, akkor most ellenkezőleg fogom fölmágnesezni, vagyis akkor itt húzom a kéket, itt a pirosat, és azt hiszem látszik, hogy nem mágneseztük föl, vagy nem lemágneseztük, hanem átmágneseztük. Tehát megfordítottuk a mágnes irányát, tehát ezzel a módszerrel nem fogunk tudni zöldágra vergődni. Amit szeretnék megmutatni az az, hogy itt van ez a tekercs, nagy menetszámú tekercs, hálózati 50 Hz-es frekvenciájú árammal fogjuk bekapcsolni. Bekapcsolom, áthúzom ezt a vasat, így oda-vissza egyszer rajta, és ha megnézitek, ennek segítségével sikerült lemágnesezni. Akár melyik oldalához kísérletezünk, ez nem fogja húzni. De ha ezek után ezzel a mágnessel fölmágnesezzük, azt hiszem jól lehet látni a kölcsönhatást. Ilyen távolról már odébb tudom húzni a mágnest, ha megfordítom, akkor pedig a másik pólusát fogja vonzani. Tehát akkor nézzük meg még egyszer, bekapcsolom.
oda-vissza áthúzom ezt a vasat ezen a tekercsen, és már, amint látjátok, kölcsönhatás alig alakul ki közöttük. Tehát lemágneseztük. Próbáljuk megérteni, hogy mi is történik. Ha valaki látta a ferromágneses anyagoknak a hiszterézis görbéjét. Bolintsatok, ha láttatok ilyen hiszterézis görbét. Nem bolintotok, akkor ezek szerint még nem tartotok ott. Az a lényege, hogy amikor az ember elkezdi ezt a vasat mágneses térbe tenni, akkor a vas az egy sokkal-sokkal erősebb mágneses teret fog létrehozni, mint az összes többi nem ferromágneses anyag. Ez azt jelenti, hogy egy úgynevezett felmágnesezési görbe lesz, amikor ezt a mágnesezési, ez úgy jön létre, hogy egyre nagyobb és nagyobb mágneses térbe tesszük bele. Amikor a mágneses teret kikapcsoljuk, akkor a benne levő domén szerkezet miatt egy maradó, egy remanens mágnesség marad. Ez a remanens mágnesség az, ami tulajdonképpen ebben most éppen nulla, hiszen lemágneseztük ezt a kulcsot. Abban az esetben, hogyha mágneses térbe helyezem, így, fölmágnesezem, ennek eredményként azt hiszem jól látszik, hogy az iránytű az komoly erőhatással bír. A lemágnesezést úgy tudjuk megcsinálni, és itt ez a lényeg, hogy fogja az ember, bedugja, egyre nagyobb, tehát itt a mágneses tér, ahogy megyünk bele, egyre nagyobb, de időben változó, és ahogy így húzza kifele az ember, akkor ezen az úgymond hiszterézis görbén szép lassan bemegyünk a nullába. Az a helyzet, hogy szerintem jól látszik, hogy most teljesen közömbös az iránytű és a villáskulcs egymáshoz. Ha nem jól csináljuk a lemágnesezést, figyeljétek meg, most csak annyit fog csinálni, hogy ebben az esetben, ha nem jól mágnesezek le, akkor megint csak vonzani fogja. Szem jól látszik. Megmutatom, hogy hogyan lehet jól lemágnesezni, és nem jól. Be van kapcsolva, ide teszem a kapcsolót, hogy mindenki lássa, be van kapcsolva az áram, keresztül húzom rajta, és akkor ezzel le van mágnesezve. Most azt sem, hogy itt bent kikapcsolom, és ebben a pillanatban már lehet látni, hogy a mágnesezettség nem sikerült. Tehát az a lényege, hogy beteszem egy erős mágneses térbe, ennél egy kicsit többet is tudunk, hiszen az 50 Hz-es váltakozása miatt az erős mágneses tér az nagyon gyorsan, másodpercenként ugye 50-szer megváltozik, és hogy én húzom kifelé egy egyre kisebbedő mágneses térből, a lemágnesezést meg tudom csinálni. Tehát a demagnetizálásnak a feladata az, hogy bedugom egy ilyen szolenoid tekercs belsébe, oda-vissza meghúzom, és akkor szerintem gyönyörűen megvan. Ha bent kapcsolom ki, akkor viszont fölmágneseztem az iránytűt. Azt hiszem, ez szépen látszik. Tehát akkor a demagnetizálásnak a lelki világába is egy picikét beleláttunk. A következő kísérlethez egy nagyon rövid időre azért fogok eltűnni, mert hoznom kell jeget ennek a következő kísérlethez. A következő kísérlet az úgynevezett Seebeck effektus lesz, amit rögtön a jég birtokában hát jó messze van a szobámban a mélyfagyasztó, tehát itt van jégkocka, ez lesz az egyik főszereplő, és még mindig elektromosságtan témakörében fogunk kísérletezni. Szükségünk lesz egy hevítőberendezésre, és most jön az izgalom, ami az igazi főszereplő ennek a kísérletnek. Itt van egy 5 kg-os mérlegsúly, és ennek a tetejére egy ilyen speciális mágneses pofa. Ferromágneses anyagból készül, tehát amint látjátok, a mágnes vonza. Lágy mágneses anyag, tehát ez már hiába mágnesezem fel, ez a mágneses tér megszűnte után már nem fog mágnesként viselkedni. Amit még érdemes megfigyelni, az igazi főszereplőnk, ez a körülbelül 10 mm átmérőjű tömör rézrúd, meg van hajlítva ilyen speciális alakúra, és ide egy ötvözetből, Konstantán nevű ötvözetből beforrasztottak, behegeztettek 2 darab ilyen áthidalást.
Ha ezt én ide beteszem, akkor figyeljétek meg, hogy nagyon szépen belepasszol ennek a vörös réz vezetéknek az alakja ebbe a vájadba. Ebbe a másik felébe is szépen belepasszol, tehát gyönyörűen tud összezárni, és itt a készítő még azt is megmutatta, hogy ennek a két vonalnak kell találkozni. És most már az eszközünk nagyjából kész is. Elmondom, hogy a Seebeck effektus arról szól, hogy vegyünk egy A-fémet és egy B-fémet, ugye az A-fém a réz, a B-fém a konstantán, és akkor ebből készítünk egy kört, akkor ezen a részén melegíteni, vagy hűteni fogjuk, a másik részén pedig melegíteni, akkor az AB átmenet az lesz hideg, a BA átmenet az lesz meleg, és ennek eredményeként egy úgynevezett termoelemet tudunk készíteni. Ennek a termoelemnek az áramát, hogyha valaki megkérdezi, hogy mégis mekkora, akkor azt kell mondjam, hogy tessék csak utána számolni. A rézről tudjuk, hogy elképesztő jó hővezető és nagyon jó elektromos vezető is. Ennek eredményeként, ha valaki megmérné azt, vagy kipróbálná számolni, hogy ennek mekkora az ómos ellenállása, akkor ilyen mikroómot találnánk. Hát 10 mm keresztmetszetű, vagy átmérőjű, az azt jelenti, hogy ennek megfelelő a keresztmetszete, a húzalak keresztmetszete. Nem túl nagy feszültséget fog produkálni ez az átmenet, de a nem túl nagy feszültség hatására, hogyha az ohm-törvényt végszámoljátok, igen tekintélyes áram fog kialakulni. Azt tudom mondani, hogy mérésekkel kipróbáltuk, kimértük, körülbelül 100 amper áram fog folyni ebben a vezetékben. Nézzétek meg, ezt csak így könnyedén egymásra tettem, tehát semmi csavar, meg egyéb ilyen rafinált dolog nincs elhelyezve. Tehát fogja az ember, elkezdi melegíteni a réznek az egyik oldalát, csak azért, hogy itt megint pontosan szeretném tudni, hogy mennyi idő telik el. Mert ennek a kísérletnek a sikere csak azon múlik, hogy elég türelmes-e a kísérletező. Na most két helyre fogok jeget tenni. Az egyik erre az oldalra csak azért, mert a rézről mondtam, hogy jó hővezető, és szeretnénk, hogyha minél kisebb maradna a réznek a hőmérséklete azon a helyen kívül, ahol éppen melegíteni szeretnénk. És a réz konstantán, másik részt pedig egy jégkockával fogom kontaktmódon hűteni, tehát az egyik oldal az melegszik, a másik oldal pedig hűl, hűtve van, a hőmérséklet különbség, ha kellően kialakul, akkor kialakul ebben a vezetékben a 100 ampernyi áramerősség, és ebben az esetben ez az egymenetes tekercs, ezt a két speciális ferromágneses pofát egybe fogja úgy tartani, akkor erővel, hogy ezt az 5 kg-os súlyt föl tudjuk majd emelni. Ez a kísérletnek a lényege. A Peltier és a Seebeck effektus egymásnak az inverzei, tehát hogyha valaki esetleg utána akar olvasni, akkor nem csak a Seebeck, hanem a Peltier effektust is érdemes megnézni. Az egyik esetben azt fogjuk csinálni, hogy az egyik oldalát melegítjük, a másik oldalát hűtjük, és egy áramforráshoz jutunk, míg a másik esetben az áramforrás hatására hőmérséklet különbséget fogunk tudni produkálni. Azt hiszem, hogy ez elég világos. Ennek eredményeként a Peltier és a Seebeck effektusok kihasználásáról azt hiszem mindent elmondtunk. Én most fogom, elzárom ezt a részt, megemelem, és azt hiszem szépen látszik, hogy föl lehet emelni. Ahhoz, hogy ismét szét tudjuk ezt húzni, mert irgalmatlan nagy erőkről van szó, ahhoz azt kell, hogy le kell hűteni a másik oldalt. Amint látjátok, hevesen gőzölög a jég, azonnal forni kezd, tehát tényleg irgalmatlan nagy hőmérséklet különbség jött létre. Ahogy ezt a hőmérséklet különbséget megszüntetjük, akkor már rögtön kinyitható lesz ez a pofa. Tehát a Seebeck effektusról ennyit szerettem volna ma mondani, és tulajdonképpen elérkeztünk a kísérletezésünkben a legutolsó kísérlethez, amit a tanteremnek azon a részén fogok bemutatni. A helyzet az, hogy nem árulok el nagy titkot, hiszen az internetes oldalon is van róla szó, hogy senki más nem vehetett itt részt a
közvetítőkön kívül csak az, aki a szakkörünkre jár, az olimpiai felkészítő szakkörre jár. Így hát összesen hatan ülünk. Amikor megérkeztek a hallgatók, akkor megkértem őket, hogy próbálják meg ezt a kísérletet, amit most szeretnék bemutatni, kiszámolni. Miről is szól a történet? Itt van egy 200 literes hordó. Ez a 200 literes hordó, hát gyakorlatilag üres. Akarom mondani, csak levegő van benne. Ezt a levegőt viszont ki fogjuk szivattyúzni. Itt van egy szivattyú, ezt a szivattyút szépen én ide kötözöm, így, ide csatlakoztatom, így, és már nincs más hátra, mint hogy be kell kapcsolni a szivattyút, és a szivattyúnak nem csak, hogy be kell kapcsolni, majd itt ezt a csapot ki kell nyitni. Ha kiszivattyúzzuk ebből a hordóból a levegőt, akkor bent légüres tér lesz, kívül pedig légköri nyomás. Ez a légköri nyomás, illetve a benti légritka tér közötti nyomáskülönbség az egy jól meghatározható, könnyen kiszámolható erővel fogja nyomni ezt a hordót, hogy összehorpadjon. Közben én bekapcsolom ezt a szivattyút, már a szivattyú működik, még nincs kinyitva a csap, és hát tulajdonképpen, ha elkezdjük ezt kiszivattyúzni, akkor a nyomáskülönbség és a felület, a hordó felületének szorzata együttesen fogja adni azt az erőt, ami hat erre az edényre. Hát akkor nyissuk meg. És hát tulajdonképpen ez a kísérlet, a mai elbúcsúzó kísérlet, amit érdemes nézni, hogy a hordó az egyre jobban és jobban teher alá kerül, nem sokat láttunk egyelőre ebből még, én egy picit odébb húzom ezeket a dolgokat. A hordót azért, hogy stabil legyen, ilyen bordákkal látták el, ezek a bordák lesznek azok, amelyek nem engedik összehorpadni. Ahhoz, hogy összehorpadjon, hát várni kell egy keveset. Kiszámoltuk, hogy a hordónak majdnem 2 négyzetméter, 1,7 négyzetméter a felülete, és ez az 1,7 négyzetméter felületre fog hatni a nyomáskülönbség. Igen. Azt hiszem, hogy ez a legjobb pillanatban jött ez a nyomáskülönbség. Láttuk azt, hogy ez a nyomáskülönbség igen brutális módon roppantotta össze a hordót. Tulajdonképpen ugye kiszámoltátok és megállapítottátok, az a vicces feladatot adtam, hogy számoljuk ki, hogy az én autóm, ami 1040 kg tömegű, hányat kéne rátenni erre a hordóra, hogy a légnyomás különbségből származó erőt produkálja, és hát megállapítottuk, hogy 16-17 autót kéne rátenni, tehát akkor azt kell mondjuk, hogy ez a kísérlet egy elképesztő nagy erőkkel dolgozott, ez a hordó összehorpadt, és hát megköszönöm a figyelmet, és az elköszönéshez kezdek. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy sokat tanultatok. Én köszönettel tartozom a Budavári Schönhel Stúdiónak a közvetítésére, illetve Márta Boldizsárnak a rendezésére, Andrásnak és a többieknek még egyszer nagyon köszönöm. Egy év múlva megint találkozunk. További szép napot kívánok mindenkinek!